Sziasztok, Móra rajongók! Tudjátok, hol van Japán? És azt tudjátok, hogy hogyan lehet farkas szemnéző verseny, És azt, hogy mi az a tanuki? Na, ezekre a kérdésekre mind választ kaphattok Molnár Gusztávtól, attól a színészbarátunktól, aki minden mindennapra egy projekt keretében mesél ma nektek méghozzá két darab japán mesét. Figyeljetek figyelmesek, hallgassátok végig a mesét, és ha vége van, próbáljátok ki ti is munkatesotokkal, a szüleitekre farkas szemnéző versenyt. Jó szórakozást, sziasztok! Sziasztok! Én most két japán mesét hoztam nektek. Hallgassátok figyelemmel. Az öt babos gombóc Réges-régen volt egyszer valahol egy öreg ember, meg egy öreg asszony, akik kettesben éldegéltek, ráérősen, öregesen. Ám folyton folyvást csikkelődtek, talán azért, mert túlságosan jóban voltak. Ha elgurult egy parányi babszem, már is évődni kezdtek. No, – Na, ez is kend miatt van? – Még hogy miattam? – ha nem tudnád, az egér tehet róla. Így csipkedték egymást nap mint nap. Aztán történt egyszer, hogy aznapra kifogytak már az évődésre szolgáló ürügyekből. Szótlanul üldögéltek a tűzhely mellett, és teát szürcsölgettek, amikor váratlanul betoppant a szomszéd asszony. Csináltam egy kis gombócot, hoztam hát belőle kenteknek is, egy kis kóstolót. Na hát, milyen kedves, hát mindig gondol ránk. Nézik az öregek, is látják ám, hogy a tányérkán öt szem, finom, édes, babos gombócka van. Hát ez bizony akarva se jöhetett volna jobbkor. Hadd csak. No akkor megkóstolom elébb. Szólalt meg az ember, és ezzel ham! Bekapott egyet. Hát akkor én is Mondta az asszony, és ő is, ham, bekapott egyet. Ez tényleg nagyon jó. No, akkor még egyet. Ahogy Ked mondja, hát akkor én is. A tányérkán már csak egy szemgombóc maradt, és az ember, ugye, már nyúlt is érte. No, akkor még ezt az egyet. Hanem az asszony hirtelen fürgén a kezére csapott. Na, hogyha ezt is megeszi, akkor Kennek három gombóc jut. Nekem viszont csak kettő, hát ez így nem igazságos. Inkább akkor én kapom be ezt a harmadikat. Hová gondol Ken? Mi? Ha még hogy keményen dolgozik, és hogy Ken a férfi, hát az asszony hontán nem dolgozik keményen. Igenis, az enyém lesz ez a gombóc. Na hát, kihallott már ilyet, hogy az asszony többet egyem az uránál, vágott vissza az öreg. A hiba ott van, hogy te sose csinálsz gombócot. Pedig ha csinálnál, annyit ehetnénk, amennyi jól esik. Ha miket beszél Kent? Ha csinálnénk, akkor Kent biztosan azt mondaná, nem jó. Ha nem? Hiszen Kent, az sosem mondja az én főztömre, hogy finom, hát nem csinálok. Ugye? Vágott vissza az asszony. Na miért is mondanám, hogy finom arra, ami nem jó? Na ezzel megtalálták azt, ami a szokásos csipkelődésükhöz hiányzott, és mint mindig, most sem engedett egyik sem a maga igazából. Igen nem? de egyikőjük sem tudja lepipázni a másikat, akkor a gombócot sem tudják megenni. Tudod mit, asszony? Nézzünk farkas szemet. Állt elő az ötlettel az öreg. Amelyikünk győz, azért lesz a gombóc. Nem szabad nevetni, megszólalni, nem még csak megmoczanni se. Na, mondja, mit szól hozzá? Jó, nem bánom, legyen úgy, ahogy Ken mondja. A tűrés az asszony nép úgy is jobban bírja, ez már is annyi, mint mintha én győztem volna. Hát akkor kezdjük. Egy, kettő, három. Ezzel úgy, ahogy voltak, megmerevettek, és elkezdtek egymással farkas szemet nézni. Az öreg az asszonyra dülesztette nagy kerek szemét, az meg kisé előre dőlve dacosan nézett vissza rá. Hát így telt el az ebédidő. Majd a délután is. Bizony. A két öreg még mindig mozdulatlanul berett egymásra, és közben lassacskán besötétedett. Öreg este volt már, amikor egy tolvaj settenkedett arra. Észrevette a félig meddig nyitva maradt ajtót, és nem bírt ellenállni a csábításnak, belesett rajta vissza is hőkölt ilyetében, tében, amit meglátta odabent a házigazdákat, és mert valahogy mégis furcsára talált őket, hát lopva újra megnézte a két öreget. Ám a bentiek nem mozdultak, a szemük sem rebbent, mégis csak jobb lesz, ha azért előbb beköszön, gondolta a tojval, és beszólt. Szép jó estét! Hé, hey, a kentek ott! Ha jó estét! Mert hát hiába szólongatta őket, választ nem kapott. De könnyebbült aztán így hát nyugodtan belépett ugye a házba. Fenébe is a derámi Hisz ez csak ilyen rabló, riogató bábuk. Hát biztos, ügyes munka. Az ember még azt hinni, hogy élnek. A fejbe korintanám őket, talán meg is szólalnának annyira életűek. Ámúdozott a tolvaj, és ahogy ezt kimondta, öklével az ember fejére húzott egy nagyot. A szegény öreg kis hián, ugye talpra szökkent a sajgó ütéstől, de a gombóc miatt mégiscsak legyűrte a fájdalmat. Na, fölbátorodott erre a tolvaj, és sietve munkához látott, fiókokat, ládikákat, minden kiforgatott, összeszedte az asszony ruháit. Amit csak érdekesnek talált, elemelni, azt mindegy jókor a kötötte, és azzal, mint aki jól végezte dolgát, már indult volna is kifele, hanem akkor megakadt a szeme a tűzhely mellett árválkodó kis gombócon. Mit csak, hát milyen finom kis gombóc? No, a munka úgy is megéheztem, dünnyögte, és azzal már nyúlt is érte. Te! Förmet rá hirtelen az asszony, aki már percek óta figyelte a szeme sarkából. Ám abban a pillanatban, hogy ezt kimondta, újonga fölkiáltott az öreg ember. Győztem, enyém az utolsó, és azzal ham, bekapta az árva babos gombócot. Na, hoztam még egy japán mesét. Az a címe a bűbájosok versengése. Szóval, egyszer volt, hol nem volt, akkoriban, amikor még a róka és a tanuki, azaz a nyest kutya, aki igazából úgy néz ki, mint egy ilyen kis mosómedve, egyébként ugye erre a Japánban ott fent, Ugye ő mester ilyen értett az alakoskodáshoz, a bűbájoskodáshoz, és valányszor csak szembe találkoztak az úton, mindig összeszólalkoztak azon, hogy melyikük fajtája az ügyesebb, és ha jártassabb ezekben a dolgokban. Történt egy szép napon, hogy Ravaszdi Róka gondolt egyet, és váratlanul beállított Atanukihoz. Ide hallgasson, gombé uram, tudja, mit mérkőzzünk meg? A szenténél várom Kendet, és ott majd eldől, melyikünk furfangosabb. Én előre megyek, de aztán Kend is jöjjön ám rögvest. Fújt el mondókáját a róka, és annélkül, hogy a tanú egy szót is szólhatott volna, kapta magát és elrohant. A rendkülönbű kihívásra Gombé septiben összehívatta komáit. Mocimorák! No, hát akkor milyen alakot öltsünk magunkra? Talakodtak, vitatkoztak, majd eszükbe jutott, hogy van nekik egy avid kéziratos tekercsük, amit az őseiktől örököltek, és a régi tanuki mesterek titkos tanításai az átváltozás fortéjairól címet viseli. Hamarjában előkerítették hát, kigöngyölték, és fejüket összedugva böngészni kezdték. Egyszer csak a nőstények elkezdtek lelkendezni, Menyasszonyi menet leszünk! Az jó, az jó, az nagyon jó, az nagyon jó! Hát Megállapodtak tehát, hogy menyasszonyi menetként vonulnak a Szentélyhez. Hanem abban már nem is sikerült egykönnyebben megegyezniük, hogy ki legyen a mennyasszony, így megint csak nagy ricsaj támadt. Csönd legyen egy szót se többet, éleszek a mennyasszony és kész? Fakadt ki végül gombé mérgesen. Így aztán gazdára talált a többi szerepi szép sorjában. Hogy ki lesz a ló, amelyen a mennyasszony ülni fog, hogy ki lesz a vőfé, ki a lampion hordozó, kikből áll majd a díszes kíséret. Ha ne ezen is, de végül mindenkinek jutott szerep. No, felkészültetek? Föl, 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 föl! Hát akkor átváltozni rajta! Ezzel hip-hop már is készen állt az ünnepélyes menet, s méltóság teljesen megindult a Szentély felé. Az alapcsere remekül sikerült, sehol nem kandikált ki egy árulkodó farkinca sem. Annak rendje és módja szerint meg is érkeztek a róka által megadott helyhez. Hanem, amint a Szentély kapu elértek, megállapítottak, hogy a Földön, incsikladozóan illatozó gőzbukta van. Nézegették, és nagy határozottan megállapították, hogy bizony ez az. Nini, bukta! Hó, az az enyém, az enyém, az enyém, az enyém! Nem, én láttam meg elsőnek, én láttam meg elsőnek. Nem az enyém, akkor is az enyém, az enyém, az enyém. Ezzel rávetették magukat a finom kis falatra, hanem a nagy tülekedés közben teljesen kiment a fejükből, hogy ők most éppen bűbájoskodnak, hát szépen visszavedlettek tanukikká. Hanem akkor megmoczant a bukta. Én győztem gombé, ho hop És a gőzbuktából azon mód róka lett. Ha-ha-ha, ti haspókok úgy kell nektek, falánk torkos tökfilkok! Kacagott elképett tanukikon a róka, hogy majd megpukkadt a nevetésben. A tanukikat igencsak bántotta a harsány káröröm, szégyelték is magukat a fölsülés miatt, legszívesebben a föld alá volna. Meglásd a ravaszdi, nem hagyjuk ennyiben a dolgot. Meglakolsz még ezért, a nefé! A tanúkik újra összedugták a fejüket, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Támadt is egy jó gondolatuk, és ezúttal vita nélkül megegyeztek. Majd egy hírnökkel sürgős üzenetet küldtek a rókának. Holnap délután, holnap déltájt az országút menti fenyőfák alatt ott várjon kend. No, másnapra a róka is fölkészült a visszavágóra. Fogott egy marék füvet, a feje búbjára tette, majd bukfencezett egyet a levegőben. És abban a pillanatban Daliás szamurájá változott. Bújhatsz te akárki képébe, gombé, az én szememet ugyan nem csapod be. Fogadkozott, és leült az út mellett az egyik fenyőfa alá. Ott leste várta a tanukit. Hogy a falat üldögélt, egyszer csak látja ám, hogy egy pompás, Főúri menet közeledik. Ez igen, meg kell adni, ügyesen csinálja, sehol egy farkinca, ami kilátszana. Úgy elámult, hogy még a szája is tátva maradt. Igen, de közben ő is megfeledkezett magáról, és anélkül, hogy észrevette volna, visszaváltozott rókává. Na vár, csak majd bolond leszek alul maradni. Gondolta is egy ugrással, a menet előtt termett. Na hát, gombé uram, kell meg a nagyúr képében odavent kuksol, gyaloghintóban mi? Mutassa csak magát, hadd látom, na! csak hogy ez egy valóságos főúri menet volt. Micsoda pimasság! Mit merészelsz, te elvetemült bitang? támadtak rá a rókára a méltóságukban sértett vitézek, és jó alaposan elagyabudjálták. – Bizony. Híj! De csúfú rászettek, bosszankodott a kárvalott ravazdi, és nyűszítve menekült vissza a hegybe. A tanukik pedig, akik távolból figyelték, mint fenyőfák, pedig tapsolt a Itt a vége fuss el véle. Jó éjszakát kívánok!